telefonon játszok. És mióta tanultál ilyen hangszeren játszani? 2005 óta. És milyen dalokat adtok elő, hogy mik a kedvenceid például neked? A tavaszi szél, a Brahms, a Haydn menüet, meg ezeken szoktuk gyakorolni, meg a Mozart menüet. Én különböző ötös szekcióban játszom 4 éve. Aha. És zeneiskolába jársz te is? Igen, én külön iskolába is járva zenélni, de a parafonia zenekonban is vagyok. És hogy zajlik egy próba nálatok? Hát úgy, hogy először oda megyünk, lepakolunk, ha véletlenül beesik egy koncert, akkor viszont kipakolunk, és akkor utána meg elveszik a kottákat, a tőket, és már is kezdjük. És akkor ez azt jelenti, hogy te tanulsz rendesen szolfést is, tehát hogy ha kottából játszol, vagy pedig inkább megtanulod a dalokat és magadtól játszod? Ez így van, mert én sokat jártam beszédtechnikáról, és én szolfésről régóta, és hogy igen, én 50-es kottából szoktam játszani, és hogy 5 éve járok a különtárhoz. Basszus, xilofonon játszok. Ha, és mióta tanulod ezt a hangszert? 1 éve vagyok a zenekarban. Szeret zenélni? Nagyon. Mik a kedvenc dalaid? Chopin, népdalok,
középkor, tehát fantázia, meg idalok. Nehéz ezeket megtanulni? Hát ami nehéz, valami könnyenben megy, tehát látozó. Hányan vagytok egyébként benne ebbe az együttesbe? Hát 13 gyerek, és hozzá tanárok is vannak. Akkor hitelre játszok, szokhelye bejártuk egész országot, és minden helye sikerül a fellépés, és ma is fogok, meg Daruházba is fogok. Nem nagyon fárasztó egy ilyen koncert? Hát annyira nem, meg 5 éve vagyunk itt, és jó sikerre veszünk, vidám zenét, vidám dalokat. Eljátszunk boldog nézőknek. Sokat kell gyakorolnod? Igen, szóval kell gyakorolnunk, megkészülünk a teraházára.